nálunk Ladányban, hogy egy héten csak kétszer van ilyen bérvétel, 6 órától 8 óráig van, és érkezési sorrend van. Az a legjobb. Mondom Lacinak, hogy hát figyelj, felesleges oda menni 6 órára, ott fognak állni 80-an, mondom, ők lemennek, és akkor odérünk 7 órára, és akkor jó lesz, azt mondja, hülye vagy, 17:30 kell oda menni. Oda micsoda? Azt mondja, 17:30, ez a magyar egészség, ugye ember, itt 17 vér fog folyni. Kezdhetjük. Jó, akkor szavasztok, megjöttünk. Így van. Itt a... Hello, no hello, hello Nokia. Zakari csapat egy kis... Zakari csapat egy kis ladányi vérrel kiegészülve. Na, sziasztok. Remélem, Dani rendbe jött, Dani? Hát, még érzem azért, hogy a torkomon rajta van az a gedva, de nagyjából lejött. De mi van, megint covidos volt? Sima megfázás. Szerintem amúgy a túrán, pedig próbáltam rendesen felöltözni. Hát, ja, vicces idő volt, mert ez a... Még majdnem tavasz, de még nem tavaszni, meg izzadsz. Mert barlangot keresni, mint én, mivel? Ja. Volt annyi eszem, hogy nem menjek a susnyásba mindenféle analóg térképekkel. Ez csoda kaland volt. Azt nyomtátok? Tele maradtál tényleg. Én azon a részen nem voltam ott. Marciék, hát ki volt Marci, mi meg Bálint Zoli, ja. Szerintem Zolinak már tök mindegy volt, hova megy, mert akkor már... Zoli csak azért jött, hogy legyen valaki a szem előtt, hogy ne tévedjen el szegény. Már benyomogatta a sörüket közben, de hogy Imi elhatározta, hogy ő megkeresi a barlang. Ugye ez a Mátrában volt. A Gyula nevű barlang. Gyula barlang. Két hete voltunk, vagy mikor? Két hete volt. Igen. De arra beszéltünk adásban, nem? Nem tudom. Nem, mert nem volt én adás. Én nem tudom, mert nem néztem vissza. Nem volt adás, mert szerdán nem jöttem. Nem beszéltünk adásban róla? Ja, nem, én meséltem Lacinak. Ja, akkor, te mesélted, igen. Ugye a Imi meg volt róla győződve, hogy azt a barlangot meg kell találni. Marciékkal elmentek, azt megkeresték, de jött a térképet, tehát nálunk nem volt ilyen, hogy GPS-ért. De a GPS-en nincs rajta, mert befalaszták, hogy a sok hülye nem ásszon le. Épp ezért nem találtad meg a térképen. Egyébként ezt alapban nem értem sose, hogy Imi hogy indul el papír alapú térképfelé. Azt adján, megállítottunk valamilyen 16 éves leányzót, ott tép túrázott, és akkor megkérdeztük, hogy... Szegényet, négy vagy hat ilyen ittos 30 éves szakállas túrázó. Én meg Imi voltunk, szóval két jó ember. Megállította, bocsi, hogy tudod, hol a györöm? Mondom, Imi, először azt kérdezd meg, hallott-e egyáltalán róla? És akkor meg lett a barlang, vagy nem? Hát végül megtaláltuk, hogy hopp, ja, ez a fal itt a sziklában, ez a mélyedés, ez le van falazva, jó? Oké, akkor ez nagyon érdemes volt megküzdeni. Hát a GPS utat se jelzett, én szóltam volna Imiéknek, csak lemaradtam, és így nem értettem, mondom, miért megy előre, mondom, nincs út, tehát hogy elfogyott az út vége, ugye jelzi a térkép, ha van bármi látni való, vagy ugye barlang, nem jelzett semmit. Imiék meg, mint a hülye mentek előre, mondom, az meg, hát... Mindig olyan kalandos ezzel a csapattal túrázni, igen, mert Imi ilyen analóg túrázó, és térképpel nyomja. Nem hal meg, ha elfogyott az internet. Nem, de nekem viszont nagyon furcsa és ijesztő elindulni úgy, hogy nincs nálam a Wahoom, ami rajta van az útvonal, nincs nálam a telefonom, ami mindig rajta az útvonal, tehát nekem alapból minimum két eszközön rajta van, hogy merre kell menni. Ja. Hogyha véletlenül az egyik elromlik, akkor ugye ott van a másik, de hogy így, viszont térkép mondjuk nem szokott nálam lenni, szóval. Ja. Az állam se, de úgyse tudnám, tehát hogy azt látom mondjuk, hogy fel van festve egy jelzés, zöld, mondjuk hát, ebben az esetben, és akkor tudom, hogy ha van mellette egy tájol, akkor még úgy el lehet talán valamennyire boldogulni, de azt nem szokott a tájolni. Ha tudod, hogy mi a tájékozódási pont, úgy is el tudsz találni egyébként. Tehát, hogy... Igen, itt írják. Jó, tájfutó térkép, meg egy tájoló, mindent visz. Hát, ja. Én a GPS-re esküszök. Ja. És él még a MacBook? A MacBook, igen, még él. Azóta nem villog a kijelző, reméljük, hogy nem fog meghalni. Azóta fekete. Szerencsére még működik. Hát ha meghal a kijelzője, akkor nem tudom mi lesz, akkor majd rákötöm a monitorra, és akkor... Akkor megdöglött, nem MacBook lesz. Hát ja, mert csak a kijelzője sérült. Egy kis monitort elérakasz, de az úgy elég. Hát figyelj, hogyha rádugom a nagy monitorra, akkor úgy gyakorlatilag kis monitor nélkül is működőképes, hát de nem szeretném, van rajta egy képernyőváltó gomb az FN-nel, akkor nem, rádugom, akkor... Ja, automatikusan csatlakozik, nem kell látni. Igen. Úgyhogy nem szeretném, hogy elromoljon. De lesz egy nagyon jó billentyűzeted, ami drága volt, és nagyon erős. És nagyon jó a trackpadje. Igen. Megvan így hajolva itt a kijelző fedél. Lehet, hogy vissza kéne hajlítani, de én nem merek hozzá nyújnom, hogyha még jobban elcseszem, akkor... Ne, ezt ne csináld. Akkor... Hát figyelj, mi baj lehet, letörik és tönkre megy. Nincs pénzünk most másikra. Hát, mondjuk most éppen
tudnánk venni egy másikat PP-s pénzből, de ha nem muszáj, akkor nem veszünk másik MacBookot. Ja. Meg hát csak ilyet tudnánk ugyanilyet venni, meg valószínűleg csak használtam. Úgyhogy, meg nem kell, mert legrosszabb esetben is maga az agya működik. Tehát hát igen. Kellemetlen mellékhatás, hogy mondjuk a monitor esetleg nem, de még semmi baja. Hát, ja, még. Igen. Meg kell szeretetni. Ja, igen. Még jó, hogy passzív fűtés. Most lekapcsolt, vagy? Nem kell megijedni. Lefessem az ördögöt a falra, A technika az működik, úgyhogy nem lesz gond. Tudok kölcsön adni egy prof, ha úgy van. Egy prót, ha úgy van. Jó, majd, hogyha valami gond van, akkor majd beszélünk. Jó, köszi. Na! Jó van, mi a helyzet? Meséltek valamit, és utána elkezdünk politizálni, mert arra nem beszélgettünk még, és... Betegeskedtem múlt hét óta, de ennyi. Akkor ennyi. Megkivettem egy szabadságot, meg jártam fogorvosnál, talált két lyukas fogat. Mondjuk olyan szexi volt a csaj, hogy a fogorvosnő... Amúgy fejérek a fogaid, nem? Hát csak a fogkövet szedték. Ja, azért látszik. Azért mentem egy eredetileg, csak aztán, hogy jó, tök mi egy bármit mondott volna, beleegyezek, de hogy... De még két lyukas fogat így jelzett utána azóta. Illetve azt már előtt is éreztem, hogy potenciálisan ki még nem szakadt be, így fogalmazott, az nem tudom pontosan mit jelent, de hogy érződik, hogy érzékenyebb, úgyhogy mondom, hogy hát mindegy. Ennyire durva a fog fölösszörés, ennyire? Neked rendesen látszik, hogy fejlőbök a fogait. Nem tudom. Lehet. Nem látod a tükör? Ügyes. Nem tudom. Én mennyibe kerül, én is elmegyek most már. Én egyszer elmentem iskolai szinten, 12. És azt mondta, hogy fogkövem van, erre kifúrta két fogamat. Kösz. És igazából nem kellett kifúrni, csak fogkövet kellett volna leszedni, de inkább kifúrta. Hát az probléma. el kéne menni nekem is. Viszont most voltunk, képzeljétek el, laborvizsgálaton Lacival elmentünk nagy labor vérvételre, úgyhogy mindenki rá. Csak egyetlen egy csillagot kaptam, úgyhogy azért majd vissza kell menni az dokihoz. Az a probléma faktor? Hát az, hogy valami érték nem a tűrés határon belül, vagy kívül van. Ja. Kívül, hogy az optimális intervallum. Igen, így van. Úgyhogy minden faszaság. Már régóta érik, hogy el kell menni ilyen nagy laborra, mert általában ezt egy évente kéne csinálni amúgy. Hát majdnem mindent évente kéne csinálni, meg mindent javasolnak, de hát bazd meg, valamire éveket vásztam, ja, vagy évente, mert hogy mennyire évente. Ja, ja. Ja, tényleg, és ezt akkor is mesélem, mert most nincs itt Laci, nem baj. Ugye úgy van, hogy ugye itt nálunk Ladányban egy nap, vagy egy héten csak kétszer van ilyen vérvétel, kedden csütörtökön, és 6 órától 8 óráig van. És érkezési sorrend van. Az a legjobb. Mondom Lacinak, hogy hát figyelj, felesleges oda menni 6 óra, úgyis oda, hogy mindenki a 60 pluszos ott fognak állni 80-an, mondom, hogy lemennek, és akkor odérünk 7 órára, és akkor lesz, azt mondja, hülye vagy, 5:30-ra kell oda menni, bazd meg. Oda micsoda? Azt mondja, 5:30-ra, ez a magyar egészség, ugye ember, itt így vér fog fogni. Azt mondja, hogy tolakodni fognak az emberek, meg minden. Laciból jó Laci bácsi lesz. És mondom neki, hogy hagyjál már 5:30-ra, hogy akkor 5 óra, akkor fel kell kelni, minden. Oda mentünk amúgy 5:30-ra, és mi voltunk az elsők, de úgy utánunk 1 perccel már jött 2 ember. És hogy? Én tudod, hogy csináltam volna? 8-ra megyek, 8 előtt 5 perccel. De állítólag hazamennek a vérvételesek, hogyha nincs ott senki, vagy a vér, akik jó, veszik a vér. Jó, akkor 8:30. Ja. Én is így mentem volna, de amúgy viszont tök jó volt, mert 6 óra, 6 perc, mind a ketten kint voltunk. Elmentünk kávézni. Mert egyébként kiderült, hogy itt a legnagyobb vendéglátóipari egység az 6 órakor nyit. Én nem is gondoltam. Akkor már lehet után tölteni, értel, amit elvesztettél. Jöttek is az emberek. Mi kikértünk 2 kávét, már 4 ember egyből jött, aztán nyomták a sörikét, meg minden. Miket nem tudok én. Meg kell kezdeni valahogy a napot. Miket nem tudok én. Ja, úgyhogy így volt. Nyugdíjasok nem néztek ki, hogy megelőztétek őket? Ja. Hát nem tudom, nem néztem a szemükbe. Nem mertem. Szerintem jobb is, valószínűleg készenlétben voltam. Nem mertem. Megvertek volna a fejbe a bottal. Ja. De amúgy nagyon gyorsan halad, hát mondom, szerintem nem voltam bent 4 percet talán. A vérvétel az ilyen. Ja. És egyébként Laci ijeszgetett, hogy, mert ugye én véradásom már voltam, vérvételen nagyon régen, igen, és mondta, hogy majd szar lesz, mert hogy cserélik azt a kis cuccot, ami benne van, tehát ugye beszúrja a tűt, és akkor olyan kis tartály, és akkor azt cserélgeti, 4 tartályt vett le, és mondja, hogy ez tök szar lesz, amikor majd cseréli, meg semmit nem éreztem, hogy nagyon ügyesek voltak, úgyhogy... Inkább a tű, amikor be meg kijön.
Mert a szép nagy tű. De nem volt olyan. Nem, a véradásnál sokkal nagyobb tű van. Igen, Janek úr írja, hogy ha mentek laborra, akkor figyeljetek, lesznek ott porrak, abban nem teja van. Igen, igen. Úgy látjátok, hogy kevés töltsetek után. Igen, igen, vittünk mi is pisit egyébként, és egyébként én fogtam, és így kivettem a táskámból, amikor ott ültünk, és így kiraktam. Azt Laci volt, hogy ne utogass Dwight, bassz meg, neki ben volt a zsebében. Pisi, mindenki hozott. Nem mindegy. Nem mindegy. Bedobod az újkit, meg vagy. Aztán visszaraktam az acskójába, mondom, hogy legalább ne látszódjon már, úgyhogy ja. Úgyhogy ez volt, úgyhogy minden királyság. Itt van Laci is egyébként. Laci, kaptál csillagot? Ezt nem is mondtad még. Mert az eredmény egyébként tök... Ampulla. Az eredmény tényleg. Az megjött még talán aznap az este. Elvileg, azt hiszem aznap szokott. Az ilyesmi, szóval, hogy egy full-os. Mert apa is most volt, ez valahogy úgy van, hogy reggel akinek teveszik, annak nálunk legalábbis, mit tudom, ide környékén viszik el, és úgy jön az eredmény is, úgyhogy az elvileg egy gyorsabb átfutású dolog. Teljesen jó. Nem úgy, mint a személyzet. Kiderült, hogy már ugye nyugdíjba ment a szemész, akinél még mondjuk 3 éve jártam, mondjuk egy állat volt, de mindegy. De... Igen, meg tudom erősíteni. De nyugdíjba vonult, és hát azóta nem találtak utánpótlást, és így hiába lenne személyzeti rendelés gyomán, nincs. Uh-huh. Úgy, ahogy az ország sok részén, sok hasonlóban van környéken. Igen. Úgyhogy ebből is látszik, hogy vannak bajok, lehet kozmetikázni, de vannak bajok. Kevés, igen. Igen, Marci? Én múzeumokkal levelezgetek. Mit csinálsz? Múzeumokkal. Mert? Mert hogy van egy 58-as makói kukoricamorzsó kézi hajtású, lehet tudsz ülni mellé, és akkor itt tekered. És fölülről meg szólják be az asszonyok, tök jó gép még működik, csak restaurálni kéne. Az, ami egy ilyen doboz, és van egy ilyen nagy kerék rajta? Egy doboz, csak akkora, mint egy ember. És vagy 60 kiló, 60. Kibaszott nagy gép amúgy. Nem mondom az, ami régen. 50-60 kiló. Kukorica, morzsoló. Igen. Ez egy gép. Mert nekünk volt kukoricamorzsolónk, ami... Ez egy nagy állógép, van két füle, azon lehet megemelni. Ami valahogy így nézett ki pontosan nagyanyáméknál. Ilyesmi? Ilyesmi, nem? Hasonló típus. Yes. Antik. Ja, hát majdnem ilyen volt mamáik is. És fölül valahogy itt fölül kellett talán belerakni a kukoricacsövet, és akkor az ott persze, valahogy forgott, és akkor... Még tudod, hol kéne a tájházaknak is írhatnám most itt eszembe, hogy lehet, hogy ő megírtam Opusztaszernek is, mert Szegedről ajánlották. Szegeden köszönték. Szentendrégiben nem jutottam el, most Debrecennel levelezek épp. És ajándékba akarod nekik adni? Vagy hát pénzt? Most már ajándékba is adnám, vigyék el innen. Pedig az elejteztünk egy csomó mindent, Marci pontosan. És akkor egyébként majd 400 kilóvasat eltökítettem otthonról, megszerveztem. 400 kilóvas, ami majd lesz, majd jó lesz valamire alapon, otthon volt, tele volt vele az egész ház, most már nincs ott. Na, hát ez nem jó, is kellett sok della azért. Nem olyan sok, 25 ezer forintot hát összesen, tehát hogy igazából nem egy nagy pénz. Ez teljesen jó. Olyan amúgy, mint a Ford logó. Kicsit a dizájnja. Az ilyen csepel. Ez a betűs. Nekem makúj. A Fordnak is valahogy így van fel. Ja. Szóval makó nem jártam sikerem, mert ott már van, vagy legalább kettő, mert azt írták, hogy már több is van nekik. Szegedem majdnem jó volt, csak helyén nem volt. Föl kellett odarakni a marketplace-re, látod? Nézzek, Bad Indian mit írt. Azt mondja, apám csinált kukorica morzsolót mosógép motorba. Hát jó. Ez megint nagyon maszek, olyan falusi. Ja, csak kérdés, hogy izé... Na mindegy, aztán elküldtek Opusztaszerre, mert legalább tippet adtak Szegeden. Opusztaszer leszart engem, mert írtam el ezt az általános infó címükre, semmi. Megírtam a skanzen vezetőnek, semmi. Hát mondom, köszönöm szépen. Törte magam itt, akkor megírtam Békés Csabán, ja, elküldhetném akkora. Jó, oké. Okay. Miért nem rakott ki, és másnapra nem leszottam, hogy kirakod az utcára, másnapra nincs ott haver. De nem az, ez egy érték. Az, úgy döntöttem végig, hogy ez egy olyan érték, hogy csak legyen már valami skanzen vagy múzeumban. Figyelj, az tök nagy érték ez valakinek, ez egy napi, persze, fog, napi fog fűteni vele szerintem. A maradékot meg leadja 5000 forint. Milyen nap? Hogy elviszi a hát fa dobozban van, nem? Nem, ez egy abszolút masszív fém. Hát azt a vasos elvinné, csak 50-60 kiló, de csak pár ezer forintot ér az átvételi ár alapján. Tehát hogy igazából 58. Úgy voltam, hogy akkor már csak valami nagyobb. 66 éves, basszus. 66. Az durva. Azért mondom, hogy... Hát, ha valakinek esetleg kell kukoricamorzsoló az előző század közepéről, akkor aki szeretné, az jöjjön érte, és vegye át. Akkor írjon restaurálja. Ránk. Írjon ránk. Csak ezt ígérje meg, hogy restaurálja. Ne dobja ki.
Jó, akkor szerintem a következő adásban menjünk rá a fő témára, mert az egy egész adást ki fog tenni. Mit szóltok? Mert vannak itt perce vagyunk. Mert vannak itt kisebb témák is egyébként, amiket így hát megnézhetnénk. Hát jó, csak én nem vagyok. De a következő úgy, adás, Marci, most következő 45 perc. Jó, megtévesztesz már. Nekem a következő az mindig a következő alkalom. Na, beszélhetünk a megújuló nagykörútról, beszélhetünk, amit Marci küldött, a gravitációs akkumulátorról, ami egyébként érdekes téma, vagy megnézhetjük az Orbános videót, hogy ezt majd a következő részben. Szerintem ezt a következőben tegyük bele, valahogy jobban rá lehet fűzni. Jó, oké, akkor megnézzük a budapesti nagykörútot, azt láttátok? Ez nem, ez érdekes. Ezt olvastam, és egyébként látok is benne. Hoppá. Fantáziát. Már nem tetszik a felütés. Nyugodtan. Mi az, hogy giroszosokat akarnak eltüntetni a nagykörúton? Megülő a nagykörút, mi más lehetne a striptease bárok és giroszosok helyén? Vannak striptease bárok a körúton? Igen, ezt én is akartam. Ezt nem tudtam. Ja. De várjál már, mert mielőtt megszüntetik az irányba, ugye eljutnék, ha valami igényes. Szegeden van, azt tudom. Ott sem jártam. Az közelebb van. Én sem voltam, és osztrik tízbárban amúgy. Újra játsszuk a... Az a baj, attól félek, hogy nem... Beverly Hills-i zsaruk első filmjében jelented. Hogy amit mi találnánk, nem olyan, mint a Beverly Hills-i zsaruban, olyan igényesebb hely. Tehát, hogy... Nem tudom, mi lehet egy osztrik tízbár amúgy belülről. De mondjuk, bár mondjuk mi voltunk, ha belegondolsz, a Szegeden, ami a izé, mi volt a hely, a Hollywood, a Planet Hollywood, az régen, az ott fönt, a vágatőt, ott voltak a rudak? Igen. Ott előtte, az rémlik. Ott előtte volt ilyen. Igen? Lehet, hogy csak ilyen rúdtánc volt, nem striptease bárból volt, de amikor mi oda jártunk... Vagy ott tapaszkodtak hányás közben. Nem, az fixen úgy volt, azt mondták. Tehát ott volt, tuti volt rúdtánc, csak amikor mi oda jártunk, akkor már nem volt rúdtánc, akkor már csak egy sima kocsma volt. Hát arra emlékszek, igen, de jót lehetett aludni ott az első buszig. Fúj, az nagyon redva volt ez a hely egyébként, ott nem aludtam volna. Hát ugye én sem akartam, csak még volt fél óra, vagy mennyi. Ott Fodor Zsoltival az egyik ilyen közönség találkozó, vagy nem is tudom mi volt. Közönség találkozó? Hát szerintem az már 16-ban volt, amikor már nem voltunk egyetemisták. Az a PP-nek van közönség találkozója. Hát, kevered majd. Bocs. Nem baj. Mondom, milyen találkozó. Igen. Na, szerintem akkor, amikor Zsoltival, ugye ő a domaszéki buszt várta, én meg ugye a 79-est, és akkor... És Fodor Zsolti kikiabálta magát addigra? Hát nem, mert akkor még ment a teniszot, volt egy ilyen pince helység, ott beültünk, még ment a teniszot, még fél részegen ültözött valamit. Tenisz. Igen, hát ilyen kis tévén ment amúgy tenisz közvetítés. Ja, azt hittem, hogy ilyen, ilyen Wii tenisz. Nem, mert ott volt Guitar Hero, emlékszem. Á, nem, ez ilyen analóg a tévében ment, Zsolti meg üvöltözött, hogy a Novák meg nem tudom, Gyokovics, ő szerette a teniszt. Utána egyszer csak egy ponton bealudt, meg valahol én is, aztán így belőttem az ébresztőt, hogy akkor mondom a busz, addig meg valami történik. Megaludtunk, de hát muszáj volt. Aki esetleg Szegedés volt a Planet Hollywoodban, az tudja, hogy milyen. Hát ez egy olyan hely volt egyébként, hogy így ott volt egy állandó szag. Hát ez ilyen kiírthatatlan volt, és így egyetemhez közel volt, ahol mi jártunk, úgyhogy... De az egyetlen hely volt nyitva hajnali 4-kor. Az non-stop volt ez a hely. Az non-stop volt, az volt a legnagyobb előnye egyébként. Gyalázatos dolgok történtek ott egyébként. Minden csöves bejárt amúgy oda, szóval, hogy így... Emlékszem, hogy volt egy helyiség. Így lementél a lépcsőn, volt szemben a pult, és jobbra volt egy leülős rész, és onnan nyílt egy helység, emlékeztek? Hát Marci, tehát szerintem nem voltál én akkor. Én nem jártam ilyen helyeken. És ott volt egy kanapé, meg egy sellőszobor. Azt hiszem sellő volt? Sellő volt. Már nem tudom. És az a kanapé, én erre nem mertem leülni. Ilyen bőrkanapé volt, de undorító volt. Bazdmeg, nem tudom, azon mik történhettek. Kolos. A magyar történelem. Nem értem, mi baj van azzal a fotellal. Nem tudom. A lényeg, hogy az a helyiség egyszer csak eltűnt amúgy. Ahogy a Hollywood is sajnos egy ponton. Igen, egyszer azt csak így ledózorolták. Az a helyiség az egyszer csak eltűnt. Fogták, befalaszták, és meg le is festették. És így mentünk, hogy hol van a hátsó terem, és így teljesen eltűnt, és nem értettük, hogy mi történik. Valószínűleg azért, mert... Egyszerűbb volt, mint feltőtleníteni. Igen, mert és annyira szerintem tudták, hogy ott olyan dolgok történnek, tudták a lájátok a túlajok, hogy azt nem érdemes így nyitva tartani, inkább így befalaszták, és így... Úristen. Ja, vagy még titkosabb helység lesz. Kétszer jártam ott, az elég volt egyébként. Csak kétszer? Mi sokszor jártunk? Csak kétszer. Hát...
kétszer, mert ugye valahogy vissza kellett jutni ötalomba, nem az volt, hogy dajdajoztam hajnalig, hát mert általában nem bírtam. Ja. Igen. Egyébként visszatérve a témára, itt valaki írja a körútra, a kis körútra, hogy de azért még meg fogják kérdezni ott, hogy mennyi az idő, de a telefonomon mondjam meg? Lehet. Nincs telefonom, tesó, az előző csávó elvitte. Azt mondja, Alteregóban is vannak rudak. Igen, köszönjük, Zoli. Nézzünk rá a cikkre. Ez a látvány kép, ez tetszik. És igazából... Kicsit olyan, mint a covidos, ez a covidos védőruhás csávó, azt hittem az van rajta. Ja, fehérve? Persze, de ki van ütve ugye a képre. Rajtad van a szemüveget. Nem úgy, tényleg néha elég botrány. Botrányos kosz meg zsúfoltság volt azon az utcán, úgyhogy... Hát van, tehát 2025-ben fogják elkezdeni. Mit mondtam? Kiskörútot mondtam az előbb? Nem, szerintem nagyot vagy, tökem tudja. Nem vagyunk betérkicsit. Ez a nagy körút már. A kis körút belül van. Nem? Túl fehérek az emberek, nem autentikus. Igen, ez a nagy körút. Igen. Jó, nem vagyunk pestiek, de azért ismerjük ezeket a részeket, szóval. Be pesti köcsögök. Azért akarunk, beszélni. Amikor téged, hogy igen, hogy be pesti köcsög vagyunk. Te vagy a belpesti. Igen. Na, szóval, több évtized után felújítják a nagy körút Mester utca és Nyugati tér közötti részét, jelentette be a múlt héten Karácsony Gergely, és a kerületi polgármesterek hidén a tervezést indíthatja el a főváros. Ja, igen. A szakaszos munkátok leghamarabb jövőre, 2025-ben kezdődhetnek majd. Hát akkor az 26-ban is indul az. Igen. Jó. Itt az az érdekes egyébként, hogy úgy bontják majd fel az egész nagy körutat, hogy három részre lesz így felszakaszol, valahol írták. Tehát, hogy van a középső rész, ami a belső nagy körút. Elvileg ott lesz, ahogy megmarad az, hogy ugye, ahogy fel van most osztva, hogy villamos, autósáv, kerékpársáv. Igen, viszont a többi, a két külső rész ugye, a két hídfele, viszont ott meg ugye, mivel ott nagy a forgalom, ott valószínűleg máshogy fogják megoldani. A lényeg, hogy mi ugye kerékpárosok vagyunk, nekünk abban a szempontból érdekes ez a dolog, és itt van a kép, hogy fogják felosztani. Így lesz újraosztva a dolog. Tehát ugye most úgy van, hogy jelenleg úgy van, hogy villamos, autó, kerékpársáv, és akkor parkolók. És akkor ezt fogják itt kicserélni, és lesz egy ilyen kevert sáv, ahol ugye lehet majd rakodni, parkolni, meg például itt ilyen bicikli tároló, meg stb. Ilyesmiket be is lehet rakni. És akkor ez tök jó, mert ugye itt gyakorlatilag a járda mellett lesz egy ilyen kis, itt lesz egy ilyen kis fás rész, igen. Amit akarsz. Mellette lesz ugye a kerékpárút, és akkor gyakorlatilag ez egy ilyen időzőben csöndes zóna lesz, mert utána jön majd az autó, villamos, stb. Bár, amúgy tetszik. Bár mondjuk itt akkor a busz az hogy fog mondjuk? Hát mondjuk ez egy jó kérdés, akkor a busz az hol megy? Hát gondolom, ott nem parkoló lesz, hanem busz. De nem, mert hogyha csak akkor a gyalogosoknak busz... át kell mászkálni mindig a bicikli után, ez annyiból szopó. Várjál, most ugye osztoznak, nem buszával a bringások, nem? Hát nincs buszsáv. A nagy körülten nem nagyon jár busz. Majd mindjárt valaki megírja. Ott valami, van busz? Valami belpesti ember. Nem nagyon van busz? Na, nem nagyon van busz, azért mondom, én jó. Azért jártam arrafele. Jó, akkor ez... Akkor ott ez a villamos jár, tehát a busszal nem önkezd. Meg van beszélve, jó, oké, akkor busz nem ez. Meg azt is írtak, hogy azért jó ez a megoldás így, mert hogyha véletlenül valami gond van, akkor itt ezt a sávot ezt meg tudják csinálni. Hogyha valami felújítás van beljebb, ezt tudják csinálni rendes sávnak, idegenes sávnak. Tehát, csak akkor lényegében ez nem a parkoló. Így van. Megszűnnek, ami miatt megint hisztizni fognak majd sokan. Hát, ez egyetemi oktatók főleg. Hát nem, csak az elég sok mindenki. Megjött Kázi, egy másik Kázi, nem a tiétek. A Kántor Zoli, hogy jaj, hát fél óráig kerestem a parkolót, hát professzor úr. Mi lenne, ha esetleg valami mással járna, mint autóval? Mire van szó? Nem tudom összekötni, még az elejét lehagytad a sztorinak. Hát ki ez a Kázi, hova jött és miért ismered? Akkor nem csak én nem értem, amire van szó. Egy tanárunk volt, mikor ott adultam, és akkor... De itt nincs egyetem. Nehogy nem, ott van, nem messze egyébként. Na, a Semmelweis is ott van. Igen. Hát a nagy körúton mentél. Nem vagyok annyira 36-osok tere. Érted? Jó. Nagy körút, ott van a Pázmány, az ELTE is közel van, és akkor nyilván az összes oktatózódó bepróbál. Nem hiszem, hogy itt az oktatóknak lesz legnagyobb gondja. Itt szerintem kocsmák vannak, bárok vannak, éttermek az vannak. Az északi részen van. Meg szegény pesti autósok, tehát, hogy ez biztos, hogy zavarni fog felügyen. Egyébként. Bár így is zavar a bingosán. Ez a déli zóna, csak mondom, tehát amire én beszélek. Jó. Oké. De ez a középső rész. Ez a középső rész. Ez csak a középső rész. A külsőket nem alakítják így? Az nem így lesz állítólag. Mert hogy ugye ott nagyobb forgalom, ott kell az autóknak a forgalom. Hát egy olyan régen. Én nem tudom, én bízom benne, hogy azért így
életben. De így mondjuk lehet, hogy én is átmegyek majd egyedül, vagy Lacival, így nélküled hát, is. Igen. Mert amúgy kurvára. Ja, hát ez így tök, a város nekem. Ez így tök validnak tűnik, így talán nem nyikre. Hát még így is rányitják a parkolautók. Hát de parkolóautó kifejezetten nem is hát lesz, csak de itt van a rakodásnál, igen. De valószínűleg parkolók is lesznek, nem csak rakodó területek. Úgyhogy itt gyakorlatilag így is rá tudják nyitni az ajtót. De mindegy. De ez így barátságosnak tűnik egyébként nekem. Hát barátságosabb, igen. Tök jó. Körülbelül amúgy sem sok a parkolóhely, a környező utcákban lehet parkolni, vagy parkolóház, garázs. Abban nem ártana több egyébként. Igen, régen a kedvenc kocsmákban Nagykörösön is így járt, mentünk innen és láttuk, hogy kisebb lett, befalaszták. Ja, ez még az előző, ja. A hátsó terem felét, a mögötte lévő kínai üzlet megvette. Ez milyen kínó. Tényleg, amúgy a Hollywood mellett egy kínai volt. A nagy fal, már most nem igen, úgy hívják, azt hiszem. Igen, igen. Lehet, hogy azok bővítettek rá a Hollywoodot, nem gondoltál a falat? Ne? Na, hát nem tudom. Érted, a kis kínainak a konyhája, az a Hollywoodnak a mindent látott terme. Fúj. Úgyhogy igen, nekem ez itt szimpatikus, ez így tetszik, úgyhogy meglátjuk, hogy miért. Maga az ötlet jó, meg szerintem jó, hogy a kerékpáros irányba megy el a főváros, még a sokaknak ilyen ellenséges is. Hát muszáj hogy erre menni, minden modern nyugat-európai város ilyen irányba halad. Hát meg a fejekbe kéne ezt is rakni, hogy alternatív közlekedés, meg egyébként igen. Is amúgy annyira nem egészséges az a levegő, persze ülhetsz az autóba, de akkor se egészséges. Hát de igen, pont ezt írták, hogy igazából így, jó. Ahogy egyre nőtt például a Rákóczi úton a sávok mennyiség, ugye egyre inkább halad ki az egész. Inkább lett autópálya, mert hogy kiül gyalázott ott ki, a Rákóczi tehát, út, amúgy, igen. De járnak az autók, pöfögnek az orrod alá, hát ja, ez nem egy kávézós tapvalahogy. Ott nem laknék. Vagy az melyik a Rákóczi? Hát ami megy a keleti fele. Igen, tehát hogy ez az régebben szűkebb sáv volt, meg járt rajta a villam, és így kevesebb autó járt, most hogy tele van autóval, igazából kihalt onnan minden. Jajam, igen, hát ez nem az a hely, ahol, és akkor igazából... ahol lehúz kávézni nagyon. Ja, hát igen, kávéznél lehúznak hárman. Azt mondja, Lele Zoli, még az időjárásunk is arra tart, hogy lehet tekerni többet meleg csapadék nélküli. Egyébként, igen, ja. Igen, sajnos. Vagyis hát ilyen hát erre megy, módon igen. Szerencsére. Úgyhogy igen. Nem kell sírni, hogy lerohad a kajszi, mert le fog fagyni idén, és megnyugtatok mindenkit. Az összes többi gyümölcsünk is le fog fagyni, majd jönnek a cikkek kicsit később. Igen. Ja, minden hajt egyébként. Ültessetek datóját, fügét, citromot. Igen. A függő az ne legyetek hülyék, fel lehet venni támogatást, de amúgy tök felesleges, mert nem olyan lesz az éghajlatunk, nem fog megteremni. Ez van. Amúgy arra pont divat az alternatív közlekedés, sokan járnak már biciklivel. Már amúgy sokkal gyorsabb átmenni a városon, nem? Hát ott biztos, hogyha jó idő van, akkor biztos én is mindig azzal járkálnék. Igazából ott a villamos, ja, nem meg lenne halálfélelem, én is meghapestán lennék, de ja. Hát figyelj, teljesen, szerintem az teljesen jó. Hogyha nem a város széléről kell bejárnod, akkor szerintem ott sem meg lehet oldani. Csongor barátom is mondja, ugye, hogy Budán lakik a vár mögött, és ő is mondja, hogy mindent el tud intézni gyakorlatilag a belvárosban, így Pesten, és vagy bubizik, vagy a saját bringájában mászkál, mert... Vár bevállalja a bubit, pedig az nem egy olyan jó bringa. Szokott, ja. Jó, mikor most az enyémnél hát, jobb. De most, hogyha nem kell küszködni azzal, hogy lerakatod a bicajodat, levidd a lépcsőházból a bicajodat, mit tudom én, kimegy, felszáll rá, átmegy, ott leszáll rá, lerakja, és akkor... Ja. És akkor csinál. Ja. Ja, mióta ugye át lehet menni a Lánchídon, azóta könnyebb is. Ja, neki, mert ugye pont ott mászkálna át, vagy ott mászkál át, úgyhogy ja, úgyhogy ennyi. Egész nap szakadó esőben közlekedtem bicajjal, és már hozzá vagyok szokva. Hát igen, nem mindenkinek olyan az ingerküszöbben, van, aki télen mínusz 20 fokban. Esőben nem megyek kibringázni. Nincs az az Isten, nem tudtok annyit fizetni. Ja. Úgyhogy, de hát igazából meg ezért jó, mert azzal meg ott van a közösségi közlekedés, tehát hogy meg lehet ezt oldani. Hát, de nem magyarázunk, mert falusiak vagyunk egyébként. Csak, amúgy meg, ja. Mit tudunk mi erről? Igen, mi csak a gírosszosokat sajnáljuk. Igen, meg a striptease várokat. A striptease, igen. Azt különösen. A Istipe írja, én konkrétan a streamről ugrottam le a bringára. Remélem azért nem nagyot. Tessék. Mit ír Zoli, képzelj már el engem, hogy hasítok Bubival a normafától. Gyomáig nem állnék meg, olyan lendületlen. Teljesen jó, Zoli, megurulsz a kis pirosra, hát már az átszállás is megvan, az meg már elvisz ladán. Azok a bringák nagyon jók, azok simán visznének egyébként. Nem olyan vicces a belvárosban a bicajos közlekedés, sokat segít, hogy ha ismered és betartod a kreszt, sajnos sokan nem tartják be.
Hát igen, igen, persze, ez általános dolog. Falu Max fél óra alatt ott vagy mindenhol, így gyalog. Szegeden is. Ja, én Szegeden bringával jártam mindenhol. Én például is a város egyik végéből a másikban. Ja, ja. Fél óra meg voltam. Hát persze, Szegeden kb. Tehát talán csak a villamos volt gyorsabb a bringen, de ugye a villamosod meg nem járt mindenhova. Hát az nem. A villamosra is lehetett versenyezni. Az utolsó évben, amikor vittem bringát Szegedre, akkor ugye már bringával jártam be fel a város, amit 15 perc alatt ki lehetett tekerni a kolihoz, pedig az tényleg a szélén volt, az busszal is kb. Ennyi volt. És akkor a villamosra simán lehetett versenyezni, mert egy csomó megállója volt. Igen, 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 az minden 200 méteren megáll kb. Szegeden a villamos.